A témában vendégünk ezúttal Aracki András, a Gazdasági Bizottság KDNP-s tagja. Jó estét kívánok, üdvözlöm. A bizottság meghallgatta a Matolcsy Györgyöt, és támogatták. Mi áll a döntés hátterében? Hát egyértelműen az áll a döntés hátterében, hogy amit Matolcsy úr elmondott a bizottság ülésen, hogy egy konzervatív, kevésbé elkülönült a kormánynak, kevésbé szemben álló banki magatartást kíván majd megvalósítani a Magyar Nemzeti Banknak az élén, és ami legfontosabb volt, hogy a konzervatizmus azt jelentette, hogy ő neki elsődleges dolga a hagyományos nem jegybanki feladatoknak a teljesítése, azaz a pénzromlásnak a kordában tartása, illetve megakadályozása, a monetáris politika biztonságának kialakítása, és csak ezután jöhet a kormány a kapcsolatos együttműködés, illetve a gazdaság élénkítésében játszott szerepnek a kiteljesítése. Ez kell egyébként a jegybank sikeres működéséhez, mert hogy ugye az elmúlt napokban azt hallhattuk, hogy az elmúlt 6 évre nem éppen ez volt jellemző. Én úgy gondolom, ebben a gazdasági válságban, ami 2007-2008-ban elindult, minden ország, ahol akit a válság szele megcsapott, ott a jegybankok elég aktív szerepet játszottak abban, hogy a válságot az adott társadalom, az adott ország tudja élni. Nálunk ez az aktív szerep megvolt, azt lehet mondani, főleg a válság tüneti kezelésében 2008-ban, amikor az IMF hitelt felvette, felvette Magyarország, ez 12,6 milliárd körüli eurót jelentett. Ebben az akkori jegybank elnök elég aktív szerepet játszott. Más kérdés, hogyha előbbre látja, jobban érzékeli a válságjeleket, akkor erre nem, vagy nem ilyen formában került sor. De 2010 után ez a fajta aktivitása a jegybank vezetésének megállt. Az az igazság, hogy azt lehetett érzékelni, hogy semmilyen módon, semmilyen kérdésben, semmilyen megközelítésben nem volt hajlandó, vagy nem tudott együttműködni az Orbán kormány, illetve a kereszténydemokrata Fidesz kormánynak a segítésében. Min múlott ez egyébként? Mert hogy Simor András ugye azt mondta, hogy nem, tehát hogy az elmúlt 6 évben nem sikerült valóban, ahogy ön is fogalmazott, kialakítani ezt a fajta párbeszédet. Ez most melyik félen múlt, hogy nem sikerült kialakítani? Itt azt le kell látni, hogy különböző jegybanki felfogások ütköztek. A Magyarországon azt terjedt el, hogy jegybank egy kicsit távol van a magyar valóságtól, illetve a magyar gazdaságtól, pusztán szorítkozik arra kettős célra, a monetáris politikának a biztonságára és az inflációnak a fékentartásában, de ez kevés volt a gazdasági válságnál. Azért lehetett látni az amerikai jegybank, az angol jegybank, de maguk a német jegybank és utóbbi időben az Európai Központi Bank is igen hathatósan beavatkozott a pénzügyi folyamatokba, hogy élénküljön a gazdaság, hogy minél hamarabb a pénzügyi válságon túl legyünk. Ezt a magyar jegybank nem tudta, vagy nem akarta megtenni. Ennek szerintem egy rossz felfogásbeli megközelítés az oka. Nem merek arra gondolni, hogy itt valami politikai csatározás lett volna a jegybank vezetése részéről, mert egyébként a jegybank független, ezt mindig hangsúlyozták. Én azt hiszem, hogy ez egy rossz felfogású megközelítése volt a jegybank szerepének. Most ugye ön is hangsúlyozta, hogy a jegybank független, hát ezt most nagyon sokan kétségbe vonják, mert ugye egy kormánypárti politikus kerül az élére. Mennyiben fog ez módosítani? Semennyiben. Nézetem szerint a jegybanknak a működését elég szigorú keretek szabályozzák, maga a jegybanktörvény, és ezen kívül az Európai Uniós Jegybankhoz történő bekötés, ahol igazából idézőjelben mondva nem ténylegesen, de van egy fölöttes intézménye a Magyar Nemzeti Banknak is. Ez egyébként sokan vitatják le, főképpen a Jobbik része, hogy ez helyesen van-e így. Én is azt mondom, hogy itt az arányokat helyesen kell megtalálni. Tehát nem hiszem, hogy ebben a függetlenséget veszélyeztetni bármi is. Hozzá kell tenni, pont mai nap folyamán, ugye a meghallgatáskor Matolcsy György egy olyan azt politikát mondott el, ami a jegybank függetlenségét értéknek tekintette, tehát ő lesz ez szerintem, aki leginkább fogja védeni a jegybank függetlenségét, egyébként a jogszabályok is erre presszionálják őt, de az nem azt jelenti, hogy a jegybank független a magyar gazdasági valóságtól, tehát azt nem lehet elképzelni, hogy van egy nagyon akkurátusan, precízen és jól működő jegybank, közben a magyar gazdaság, a magyar
bankrendszer veszélyeztetett, kivéreztetett állapotban van. A kettő nem egy irányba kell, hogy haladjon. Nem működhet, egy irányba kell, hogy haladjon ez az országnak a sorsa, mert azért tegyük hozzá, hogy a nevében is benne van, a Magyar Jegybank az a magyar nemzeti bank, a magyar valóság, a magyar társadalomnak a része. Ezt is hangsúlyozta egyébként. Tehát nem mindegy, akkor milyen kockázatok vannak. Ugye itt Orbán Viktor volt az, aki úgy fogalmazott, hogy Matolcsy György neve az a legkevésbé kockázatos jelölés volt. Ezzel ön is egyetért? Ezzel én azt kell mondanom, hogy egyet kell érteni, és mutatják a pénzpiaci reakciók is, tehát ahogy a bejátszásban is elhangzott, hogy a forint árfolyama az erősödött, tulajdonképpen semmi olyan elmozdulás, a tőzsdeindexek is a szokásos módon reagáltak, semmi olyan elmozdulás nem volt, tehát a piac ezt érzékelte, hogy inkább jobb egy együttműködő jegybank a kormánnyal, mint egy konfrontatív jegybank, a kormány konfrontatív jegybank, mert abból a magyar gazdaság nem tud hasznot hozni, nem tud változtatást. Tehát akkor ezért is mondhatta azt a miniszterelnök, hogy lényegében csak egy kormánypárti vagy kormányzati tapasztalattal rendelkező ember hozhat stabilitást és kiszámíthatóságot? Biztos, hogy ezért mondta, de én ezt nem hangsúlyoznám túl, mert ugye azt szokták mondani, hogy a függetlenség kérdésében a Matolcsy úrnak nem olyan jó a megítélése, mint mondjuk Simor úrnak, de azért Simor úr sem volt igazán független. Tehát annak idején az akkori jogszabály, akkori jegybank törvény alapján a miniszterelnök, az Gyurcsány Ferenc volt akkor, jóváhagyása, hozzájárulása nélkül, előterjesztése nélkül Simor úr sem lehetett volna jegybank elnök. Az a fajta függetlenség, amit egyesek gondolnak, az csak velünk szemben, úgy értem, hogy a jobb oldala szemben állítják föl, de más szempontból az ő szereplőik azok nem, ugyanúgy nem függetlenek. Tehát a függetlenség, mint olyan, az nem egy érték, hanem egy számomra egy olyan állapot, ami semmire sem jó. Kicsit beszéljünk a működésről, hogy mi lesz a jövőben. A gazdaság ösztönzés területén ön mit vár el most a jegybanktól? Erre vonatkozóan volt ma kérdés a jegybank elnök jelölt felé. Ő erre azt válaszolta, hogy előbb megvizsgálja a Magyar Nemzeti Banknál található e tekintetben, ebben a kérdésben irányadó tanulmányokat. Úgy tudja, hogy számtalan megoldási javaslat fekszik a jegybank fiókjaiban, ezeket tanulmányozni fogja, és a legmegfelelőbbet fogja majd alkalmazni a jegybank azért, hogy az a harmadik cél, ami csak az első két cél után következik, hogy részt vegyen, segítse a gazdaság élénkülését, amire mindannyiunknak szüksége van, mert az a legutóbbi gazdasági növekedés, helyesebben csökkenési adat azért eléggé szomorú és elkeserítő. Azt pedig hallhattuk itt az összeállításban is, pontosan Matolcsy György szájából, hogy ha jól teljesít a Magyar Nemzeti Bank, akkor értelemszerűen a magyar gazdaság is jobban fog teljesíteni. Azért érzékeltessük itt az arányokat, hogy mennyivel teljesíthet jobban akkor a magyar gazdaság. A magyar gazdaság ugye az utolsó negyedében 2,6%-os csökkenést mutattak ki a statisztikák, és ez lefele szálló ágban van. Most ehhez képest az optimista elképzelés egy 2%-os növekedést jelent. Én nem tudom, hogy ez mennyire optimista, vagy mennyire reális, de az biztos, hogy még egyszer ilyen mezőgazdasági évünk remélem nem lesz, ami önmagában ilyen 0,75%-os növekedést jelent, hogyha egy normális termelési adatok jönnek ki, és emellett azért csak reménykedhetünk abban, hogy a német gazdaság az továbbra sem megy recesszióba, és akkor az arra ráépülő magyar ipar, magyar mezőgazdaság is tud prosperálni, és hozzá kell tenni, hogy a keleti nyitás is úgy zajlik le Magyarországon, hogy közben nem veszélyeztetjük a hagyományos piacainkat, és ebből a szempontból az eddigi kapcsolatfelvételek Kínával, az arab világgal optimizmusra ad okot. Tehát elképzelhető a 2%-os növekedés is, de én inkább olyan 0,75-1%-os növekedésre becsülöm az idei gazdasági teljesítményt. És csak nagyon röviden kérnék egy választ. Matolcsy Györgyöt Varga Mihály váltja. Itt szükség lesz irányváltásra, vagy pedig a mostani utat kell folytatni?
Varga Mihály elmondta, hogy miután ő a nemzetgazdasági minisztériumot fogja vezetni, tehát elsősorban ő felel majd a költségvetés hiányáért, a költségvetés rendbetételért, hanem a költségvetési törvényben foglaltak teljesítéséért. Ő azt mondta, hogy ezek a célok ezek jók, ezek a célok biztosítják Magyarország kilábalását abba a gazdasági válságból, nevezetesen a deficitnek a 3% alatti tartása, a államadóság csökkentése. Egy dologban kell javítanunk, és ez a gazdasági növekedés. És ebben lesz kooperáció a jegybank és a gazdasági tárca között, és a fejlesztési minisztérium között, a kormány között magyarul, akkor optimistábbak lehetünk, mert a banki hitelezésnek a feltételei az alacsonyabb jegybanki alapkamat segítségével reálisabbá teszik a vállalkozások hitelfelvételét, és akkor a növekedés az beindulhat. Optimistábbak lehetünk, mint egy ilyen konfrontatív állapottal szemben, mint ami eddig volt. Aracki András, köszönöm, hogy itt volt. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!